Üdvözlök mindenkit! Kadacsik József vagyok, a KFK részes és pedagógiai kutatóintézetben dolgozom. Jövőre már mindig az Wigner Fizikai Kutatóközpont lesz a neve neki, de idén még ez, úgyhogy annak az egyik kollégája vagyok, és IP-szetről szeretnék beszélni, ami egy elég speciális kiterjesztés a Linux kernelnek és egy speciális alkalmazás. Picit szeretném majd néhány szlájdon keresztül megalapozni, hogy miért van szüksége az eszközre. Picit végvennék a legfőbb tulajdonságait, hogyan működik a háttérben. Mutatnék néhány példát IP-szet és IP-table kombinációjára. És a végén, hogyha lesz még rá idő, és egész is lesz rá idő, mert ugye utánunk ebéd jön, tehát nyugodtan tudok maradni indefinit ideig, akkor tudok majd mondani néhány szót a fejlesztési irányokról is. Nem hagyhatom ki a point. Oké. Igazából ez egy nagyon célzott alkalmazás kíván lenni speciális tűzfalakra, ahol speciális netfilter alapú tűzfalakat akarunk építeni, csak van néhány kitétel, amiatt őket kicsit nehezebb kezelni az átlagos eseteknél. Az egyik az, hogy nagyon magas a szabályszámunk, akkor azt IP tables-re, IP 6 tables-re kicsit nehézkes kezelni a lassúsága miatt. Ez miatt szükség van valami a megoldásra, ami jóval gyorsabb és hatékonyabb, kiírték algoritmusot a kezünkben. A másik, amikor nagyon gyakran változó szabályaink vannak, mert valamiért imádjuk mondjuk Chrome-ból vagy bárhonnan rángatni a szabályokat kibe, az IP-ből ezt sem nagyon szereti, és ilyenkül is sokkal jobb, hogy valami más struktúránk, másik metódusunk, mert gyorsan változó szabályokat tudunk valamiképpen mégis létrehozni. Lehetne mondani, hogy persze, hát az IP-ből ez épp úgy alkalmas erre, mint miért ne lehetne őt magát erre használni. Az a baj, hogy a magas szabály esetében ez nyilvánvalóan lassú. Tehát ezt mindig is tudtuk, hogy lassú, ki is mértük régebben, hogy mennyire lassú, ez valóban igaz. Ez arra az esetre vonatkozik, amikor egyetlen egy láncban nagyon-nagyon sok szabályunk van, és mikor a legutolsó szabály egyezik csak a csomagunkkal, akkor szerencsére végig kell gyalog összes korábbi szabályon, ami lineáris feldolgozás miatt meglehetősen lassú művelet. Ez igaz szabályváltozáskor is, mert minden szabálynak oda-visszautaznia kell a kernel és üzletér között. Ezt IP tables restore-ral meg lehet gyorsítani, de nagyon kevesen használják sajnos, pedig igazából nagyon szép workaround lenne a lassúságra a szabályváltozáskor. Lehetne használni speciális tűzfalak az NF Hypack projektet, ami mind a két esetben remekül dolgozik és remekül működik. Egyszerűen baj van cselekve, hogy ez 2005 novemberében megállt, és azóta egy halott projekt, és azóta újabb, frissebb kellene nem lehet föltenni. Meg egy remek dolog volt. És hát a harmadik variáció, amiről most lesz az IP-szet, ami mind a két esetben próbál számunkra egy jó alternatívát nyújtani. És a jó hír az, hogy 2.39-től most már kernel fának a hivatalos része és a IP-szetnek a kernel része, a kernel moduljai. Tehát aki ennél frissebb kernelt akar telepíteni, annak már az IP-szet a kernel forrásfában. Azt hozzá kell tennem, hogy ha valaki igazán szeretni a tulajdonságait használni, az inkább használni 3.1-es kernelt, mert abban vannak a benne legfrissebb javítások és legfrissebb feature-ök is. Tehát előtte is lehet, de azért ott még van néhány kisebb bug, ami beütött a fejét, de 3.1 fölött már teljesen korrekt és minden szempontból csiszolt változattal találja magát szembe az ember. Vagy pedig felteszi külön külső modulként, ami szintén nagyon nagyszerű dolog. Ez egy nagyon régi mérés. Nincs nagyon újabb, frissebb, és ezért nem tudok sajnos újabb ábrát mutatni erről. Ezt amikor 2006 tájékán csináltuk még 2429-es kernelre, már akkor is volt IP-szet egyébként. A Szeged Egyetemen a Pásztor Gyuri segítségével ottani könyvtárnak a könyvtár gépeit használtuk mérésre. 80 számítógép volt a tűzfal két oldalán, és akkor próbáltak forgalmat generálni. Ahol a vízszintes tenger van a szabályszám, hogy hány szabály volt, és a legutolsó volt az egyező szabály, és a függőleges tenger, hogy hány csomag ment át másodpercenként. Ugye a piros az IP tables, a zöld a NF Hypack, és a kék volt az IP-szet. És az elég jól látszik, hogy 512.024 szabálynál már láthatóan van letörés a teljesítményben, tehát láthatóan ez már ilyenkor előjön a linearitásnak a probléma az IP tables-nél. Nagyobb szabályszám, már 4000-nél, 8000-nél pedig már nyilván van egy komoly teljesítmény vesztésre kell számolni annak, aki vakon kíván IP tables tűzfalat felépíteni. Ez igaz a lassúság a szabályoknak a kernelvel a betöltéséhez is, ahol elég hamar elszáll az IP tables,
Nyilván az IP-tables restore-ral ez a nagyon gyors exponens növekedés, ez kivéthető, de azt akkor használni kell. Az IP-set nem egy semmiből létrejött valami, egy örököse vagy utódo az IP-pool nevű csomagnak, amint egy svéd fiatalember Joakim Axelsson fejlesztett ki, még nagyon-nagyon régen, és két másik úriember együtt egy modulális kis csomaggá alakították ki, ami valamiért nem lett egy közkedvelt dolog, valamiért nem terjedt el szélesebben. És az IP-poolnak a részben újraírt és kiterjesztett változat lett az IP-set, aminek a nevét egyébként a Patrick Schaaf javasolta, hogyha már IP-pool már foglalta, én inkább IP-set, ami épp úgy valami hasonló célra használható név. Az IP-set nyilván 1.0-tól indult, és jelenleg a 6.9.1-es verziónál tart, és az, ami a Linux kernelbe került, az a 6.9-es, 6.x-nek a kernel része. Ez gyakorlatilag egy alapvető tudói IP-set. Az IP-set maga, amikor 1.0-tól indult, akkor volt valamilyen fajta protokoll, amivel kommunikált a kernelrel, egy valami fajta algoritmusok. Ezek gyakorlatilag a teljes mértékben kicsérésre kerültek az IP-set 6.x-nél. Minimális részek maradtak meg a régi forrásfából, egy-két rész, ami még talán felismerhető. Jó volt? Jó, nagyon. Nem hiszem el. De miről is van szó konkrétan? Az IP-set arról szól, hogy próbálunk adathalmazokat belepréselni a kernelbe, olyan módon, hogy az adathalmaz maga mind a tárolás, mind a kereshetőség szempontjából nagyon hatékony legyen. Az adathalmazban nyilván egy tűzfalazás szempontjából fontos információkat próbálunk bele zsúfolni, tehát IP címeket, protokoll, portszámokat, MAC címeket, interfész neveket, ezeknek a kombinációit, és ezt próbáljuk valahogy értelmesen, hatékonyan kezelni. És különböző halmaz típusaink is vannak arra nézve, hogy hogyan tároljuk ezeket az információkat a kernelben. Nem minden adattípusa van meg minden tárolási módszer, de vannak különbözők, amiket lehet használni. Nyilván, mivel ez egy újfajta metód, és kell valami újfajta program, mert tudom ezt vezérelni user térből, hogy mi legyen a kernelben. Úgy létre kell hozni a halmaz, fel kell tölteni elemekkel, lehet bele törölni, de ez kell egy speciális programnak, de nyilván simán csak IP-set. És ezeket a halmazokra hivatkoznunk is kell tudni, mondjuk egy netfilter szabályból. Ez vannak speciális meccsek és targetek, amivel megkülünk rá hivatkozni, ott halmazra, hogy ebben a halmazra keresél egyezést nekem, és ha egyezés volt, akkor mondjuk az a csomag az beengedett, vagy kitiltotta a szabályok szerint. Az IP-set 6.x-nek egy nagyon jelentős változás az, hogy megváltozott benne a kernel user table kommunikáció. A Netlink protokollt használja ez a 6.x-es verzió már. Rugalmas, úgymond type length value csomagolási technikával, nagyon könnyen bővíthető és új elemekkel kiegészíthető. Nagyon fontos, hogy ilyen page size méretekben történik mindenfajta kommunikáció. Ez azért nagyon lényeges, mert a régebbi eljárás az egyetlen egy memória blokkot allokált, amekkora éppen szüksége volt, ami miatt nyilván, hogyha memória pressure van, hogy valamiért nagyon kevés memória, a free memória, akkor kényben fogunk abban, hogy nem tudunk mondjuk egy listát megcsinálni, vagy betölteni egy új teljes szabály együttest, mert egyszerűen kifutunk memóriából, míg a kis darabokban töltenénk be, akkor még az sikeres lenne. Így meg lehet oldani azt, hogy kis darabokban be tudunk jutni, és ki tudunk nyerni információt a kernelből, annak ellenére, hogy egész memória éppen akkor nem áll rendelkezésünkre. Nagyon fontos volt az IP-set 6.x-ben, hogy bekerült az IPv6 támogatás, tehát most már paralel IPv4, mert IPv6-os IP címekkel, portokkal, portpárosokkal épp úgy lehet használni, mint IPv4-gyel. Ez nagyon fontos volt, mert az IPv6 az most már szerintem mindenütt egy elvárt támogatandó dolog. A régebbi IP-set felhasználók nem nagyon szerették, vagy nem nagyon kedvelték azt, hogy a szintax is kicsit megváltozott. Ennek igazából filozófiai okai voltak, szerettem volna, hogy az IP-setnek a szintaxis az IP parancsnak a szintaxisához nagyon hasonló. Aki az IP-t használta, annak az IP-setnek a szintaxis nagyon ismerős, ez is hasonló lesz. Van backward compatibility, tehát a régi szintaxissal épp úgy működnek a parancsok, de az csak egy backward compatibility, tehát ez, mit tudom én, 3 év múlva nyilván ki fog hullani a kódból, addig még az benne lesz. A Netlink maga egy nagyon-nagyon ügyes, okos infrastruktúra. Van olyan egy szép cikk is Pablo Neirától, ahol leírja ezt a kommunikációs protokollt a kernel és a user tér között. Nagyon durván, majdnem úgy néz ki, mintha a TCP-IP-vel kommunikálnánk a kernel és egy program egymással. Tehát mintha egy csomag kapcsolat lenne a kernel és a user tér program között. Ez nagyon sok minden nyugalomosan rögtön jön a eddig megszokott eljárásokból.
és ez miatt nagyon-nagyon alkalmas mindenféle kernel konfigurálási feladatok elvégzésére. Ez van nagyon népszerű, és nagyon sok alrendszer már régen is használtak, az Ethernet link, ami a routing, az IP parancs maga Ethernet linket használja, a NFNet link, a netfilter fel sok mindent használ már netlink protokoll, a connect rules, az NFNet linket használ, NFlog match, vagy az NFlog target, az szintén ezt használja, az IP-szint ebbe a családba sorolódik be, és van egy netlink nevű általánosabb része, amire egy csomó minden más ráhúztak, tehát egy csomó alrendszer az egyszerűen erre támaszkodik, és ez alapján kommunikálni szemlővel. Az új protokoll, ha úgy mondhatom talán, hogy formalizált, tehát van hozzá egy protokoll leírás, ami alapján bárki meg tudja nézni pontosan, hogyan néz ki a protokollnak a struktúrája, mik kerülnek átadásra, milyen szintaxissal, milyen formában, milyen üzenetre milyen választ vár az egyik oldal, milyen választ vár a másik, tehát bárki ezt megnézheti és megtanulmányozza, hogy hogyan működik az egész dolog. Egyetlen egy minimális patch szükséges 2.39 előtti kerneleknél, ami gyakorlatilag egyetlen egy változónak a kernel változónak a módosítást jelenti, két soros patch, amit hozzá kell tenni egy korábbi kernelek, hogy működjék a IP-set kernel korábbi kernelek esetében. Nyilván támogatott is becsüzemmódot, amikor az ember azt szeretné, hogy több halmaz létrehozása egy lépésben, több halmaz feltöltése egy lépésben elemekkel. Ezt meg lehet oldani, és ez nagyon szép támogató interfész üzemmód van benne. Itt arról van szó, hogy egy kernelben matatunk és kernelben hozunk létre dolgokat, amihez nyilván egy user térbeli program, aminek szintén vannak library igényei, amivel alapján ezt az egész protokollt tudja használni, a Netlink protokollt. Több user térbeli Netlink protokoll library van, például IBNF Netlink a Netfilterhez, ami egy elég ősrégi, és ez mert eléggé hát jól működő protokoll, csak vannak neki belső hiányosságai. Libnet egy másik hasonló protokoll, ami szintén Netlink protokoll. Ez is egy nagyon komplett, de kicsit a objektumorientáltság elé irányában túlzottan elment protokoll, és minden skatujázat, és ez nagyon merevvé vált benne. Van egy harmadik libnet, vagy mini Netlink library. A IP-set ezt használja, ez egy nagyon minimális, pici kis library, mind méretben, mind funkcionálisan, viszont nagyon kompakt, és ez miatt pont az a lényeg benne, ami pont az IP-setben is szükség volt. Letölthető erre az oldalról, bocsánat, a linket nem tettem fel, libnet rá lehet keresni, letölteni egy git forrásfából, egyébként megtaláltam ilyen disztribúcióval is, tehát ezt lehet onnan használni. Az egy szem külső dependenciája van az IP-set binárisának, IP-set fordítása is kell a libnet library-nek a forrása és a header file nyilván, de más dependencia az IP-set binárishoz nincsen. Gitből letölthető, hogyha lehet, amikor nem szeretni, van hozzá a targz fájlok is, amik letölthetők, és lehet nyugodtan nagyon könnyen néhány parancsal telepíteni. Oké, kernel hash függvények. Nyilván az egyik technika, amiről fog beszélni, az a hashelés lesz, amikor eltárolunk információkat. Ez picit egy kis mellékág, hogy a kernelben nagyon sok helyet használják a hashelési technikát, és régebben 2.38 előtt még a úgymond Jenkins 2-es hash-t használta a Linux kernel default, és azóta a Jenkins hash 3 került be. Ez részben az miatt volt, hogy csináltam egy elég komplett mérést arról, hogy melyik hash függvény mennyire jó és mennyire gyors. Ki kíváncsi erről a weboldalon meg tudja nézni a ábrákat, összehasonlításokat, hogy melyik hash függvény mennyire jó minőség és mennyire kielégítő, mint hash-lesi technika szempontjából. Ez egy nagyon pici dolog a kernelben, nagyon fontos, mivel nagyon sok rendszer használja a hash technikát, és mert ez a de facto hash függvény a Linux kernelben, hogyha ez el van szúrva, akkor minden el van szúrva, tehát ezt nagyon óvatosan lehet csak brizgálni, és gyakorlatilag egy évbe került, mire a Jenkins 3-as került be a Jenkins 2 helyett. Ez mondjuk lassította a IP-set beküldését, mert az IP-set jóval korábban a Jenkins 3-ot támaszkodott, de hát az csak egy alkalmazás volt, tehát muszáj volt, hogy egy szélesebb bázishoz kerüljön be, mert az volt a korrekt megoldás. Oké. IP-setnek a user térbe része egy viszonylag egységes, logikus szintaxist próbál követni. Tehát amikor egy típusról beszélünk, egy IP-set halmaz típusról, akkor megmondjuk a módszert, hogy hogyan próbálunk benne tárolni információkat, és kettős ponttal következnek, hogy milyen elemrészeket kívánunk tárolni benne, veszük el választani, hogy elemrészről van szó. Például egy hash tálási módszerben kívánunk egy IP port és egy IP 3-ast, egy triplát eltárolni ebben egy halmazban, akkor egy ezzel a stringeltük meg definiálni ezt a hash típust.
És elemeknél pont úgy hivatkozunk rá, hogyha ebben a halmazban szeretnénk IP címeket behaigálni portokkal, akkor felsőjük, hogy mely IP cím, vesző, milyen port és mely IP cím, hármast kívánjuk beletenni ebbe a halmazba. És hasonlóan az IP Tables Match és Targetnél az irányokat mondjuk meg, hogy adott csomagból melyik irányú információt szeretnénk kivenni a csomagból, abból ezt adathalmazt felépíteni, és benne egyezést keresni a halmazunkban. Tehát az IP Tables Match és Targetnél irányokat mondjuk meg, hogy a Destination vagy Source IP címet vegye ki a csomagból a rendszerünk, a Destination vagy Source portot vegye ki vagy sem, ebből csináljon mondjuk ebben esetben egy hármast, Destination IP cím, Destination port és Source IP cím, és erre a hármasra keressél egyezést a halmazban. És ha a három egyezés megvolt, mondjuk, akkor enged be, mert mondjuk ez egy engedélyezett kapcsolat erre a szervernek a 80-as portjára, arról a kliensről. Ez egy nagyon egyszerű kurzus parancsszintax, és nyilván az IP parancsot hasonlóan, lehet create-tel létrehozni halmazt, add-del, tesztel benne, hozzáadni elemeket, törölni, vagy tesztelni. Van ilyen kétdeses szintax is, meg egydeses szintax is, tehát aki melyiket szeret és melyiket preferálja, de van betűs rövidítés is, és ahogy mondtam, van backward compatibility a korábbi szintaxissal. Van egy új opció a korábbihoz képest, az exist, ami igazából csak egy kényelmi elem, akkor, hogyha már van egy halmazunk és új elemeket haigálunk bele, akkor nem fog kiabálni, hogyha az elem már létezett benne. Egyébként szólna, hogy sorry, te egy olyan elemet akarsz hozzá a halmazom, mert létezik benne, miért akarod még egyszer hozzáadni, mert benne volt. Ez el tudjuk nyomni a üzenetet, és el fogja mindenféle hibazat nélkül fogadni a parancsokat akkor, hogyha az a elem már létezett, vagy újat akarunk kitörni, mivel nincsen az elem a halmazban. Ez szinte egy újdonság a korábbihoz képest, hogy minden halmaz típus támogat timeoutot, tehát tudok létrehozni olyan halmazt, amiben van egy timeout, default egyébként, ami minden elem nélkül állítható, és az elemek abból a timeout megfelelő idővel később kihullanak, és nem kell nekem kézzel karban tartani. Tehát létrehozom hozni egy halmazt, egy teszthalmazt, mondjuk 10 másodperces timeout-tal, és oda tudok adni mondjuk egy elemet. Ha nulla értékre adom hozzá, akkor az nyilván szerint, hogy neki nincs timeout értéke, és végtelen ideig benne van, amit ki nem törlöm, vagy amit ki nem törlöm. Ami nyilván később felülbírálható egy másik timeout értékre, hogyha kívánom. Nyilván el lehet menteni halmazokat egy lépésben, vissza lehet tölteni a kernelben save és restore-ral, nagyon-nagyon hasonló szintaxis, ami az IP table save. Nyilván egy nagyon jó utalás arra, hogyha az ember kívánja, akkor shellből rögtön tud generálni IP tables, vagy és IP set save szintaxissal definíciót, amiket egy lépésbe tud tölteni a kernelbe. Oké, okay, set match. Hogyan tudunk rá hivatkozni IP tables és IP six tables-ből? A sima set match-el, ahol meg kell mondani, melyik halmazra akarok egy match-elést, és pontosan milyen irányokat szedjen ki a halmazból, vagy a csomagból a match ahhoz, hogy a halmaz egyezést megkeresse. Csak itt egy egyszerű kis példa, hogy van egy szerverek nevű halmazom, IP címeket és a portokat tárolom benne, hogy milyen IP címen van a szerverem és milyen porton, milyen protokollon hallgat ő. Csak egy egyszerű forward láncba tett szabályra meg tudom mondani, hogy ha egyezést találsz ebben a halmazban a Destination IP címe és Destination portra, akkor engedd be, mert ez egy olyan csomag, ami egy adott szervereknek a halmazára illeszkedő csomag. És akkor egyetlen szabály lefettem egy halom szervert, amit behaigáltam a szerverek nevű halmazomba. A set target-tel lehet módosítani halmazokat runtime IP tables felől, tehát mondjuk egy ilyen buta példa, hogy spamereket honeypot-tal lehetne mondjuk összegyűjteni egy halmazban, ha egy olyan IP címe jön egy SMTP portra csomag, amit meghirdettünk mondjuk weboldalon, titokban, MX-rekordról, akárhol, de igazából nem SMTP szerver, akkor csak spammer küldhet rá e-mailt, és ha onnan jött, akkor berakom egy ilyen spammers halmazba, amit nyilván később ki tudom tiltani egy bármilyen másik meccsel, hogyha idejön, ha erről a spammertől jön, erről az IP címről SMTP portra üzenet, akkor az csak spammer lehet, és akkor ott mondjuk egy napra, két napra, egy hétre, örökre kitiltom a hálózatomból, mint spammer IP címet. Pici részletkérdés, nagyon fontos az, hogy mivel az IP tables felől hivatkozunk halmazokra, ha egyszer a hivatkozás megtörtént egy IP table szabályra, akkor azt a halmazt nem lehet törölni, hiszen akkor katasztrófa tud a történni, hogy egy olyan szabályt törlünk, ami olyan halmazt törlünk, amire hivatkozás van a kernelben. Mi van, hogyha mégis módosítunk kell egy halmazt, ezt megtehetjük viszonylag könnyen, létrehozunk egy másik néven, és van egy swap parancs, amivel ki lehet cserélni két halmazt, amivel a hivatkozás rá megcseréljük a kernelben atomi műveletként a két halmaz között.
Tehát anélkül az IP-Tables szabályával bármit kéne tennem, az IP-Tables orra alatt ki tudok cserélni egy halmazt egy másik halmazra. Oké, tárolási módszerek. Bitmap. Ez a legősibb tárolási módszer az IP-setben. Képzeljünk el egy folytonos memóriatömböt, egy allokált memóriatömböt, ahol minden bit egy IPv4-es címet fog jelölni. És felvázoltam egy ilyen 8 elemű ilyen hatalmas tömböt, gyakorlatilag egy bájtos ez a halmaz, ha úgy tetszik, 8 bit van benne. És mivel tudom azt, hogy melyik IP cím tartomány lesz ebben a halmazban eltárolva, ezért nekem csak az utolsó elemét, utolsó bitjét kell belepréselnem ebbe a halmazba, és ott van 3 darab IP cím, és annak megfelelően a nullától kezdődik a számolás, ezért az első, a második és a 5. bit van bebillentve ebbe a halmazban, és ezáltal az 5 néhány bittel tudom jelenteni, hogy ezek az IP címek vannak ebből a kis minimális 8 elemű halmazból, range-ből eltárolva ebbe a halmazban. Azt hiszem, hogy az nyilvánvaló, hogy a bit egyezésnél gyorsabb egyezés keresés nem nagyon van, ami létezik a kernelben, meg egyáltalán a CPU között, tehát nagyon-nagyon gyors kiértékelést tesz lehetővé, nagyon gyors a IP címek hozzáadása, meg törlés, egyszerűen bitet kell vagy nullára, vagy egyre állítani egy kis bináris memória tömbben. Nyilván van korlátja a dolognak, mert azt jelenti, hogy egy adott range-ből lehet csak IP címeket eltárolni ebbe a halmazba, és csak IPv4-re működik, IPv6-ra nem. Mert ott akkor a címtér, hogy azt nyilván a memória korlátok miatt lehetetlenség egy ilyen bit halmazban eltárolni. Ezt lehet általánosítani azonos mértékű hálózatokra, IPv4 megcímtárolásokra is lehet általánosítani, de TCP IP portokra, ami az IP-szerűen meg is történt, tehát azokat épp úgy lehet tárolni ilyen bitmapes módszerrel. Tehát mondjuk konkrétan tartománybelső IP címek tárolása, a bitmap IP típust lehet használni, maximálisan 1/16-os blokkot tudunk belezsúfolni, ez 65536 darab IP címet jelent, és nyilván típusan lehet használni, mondjuk van 1/16-os blokkunk, mert mondjuk olyan nagyok vagyunk, vagy olyan blokkunk van, ami 1/16-tal lefedhető több különböző eleme darabja, mondjuk 24-ekből, de 1/16-ből lehet zsúfolni, akkor az összes IP címet fel tudom sorolni egy ilyen blokkban, és meg tudom, hogy ők azok, akik mondjuk kifele forgalmazhatom, mert ők regisztrált kliensem és regisztrált usereim például. Hát ez konkrétan ilyen egyszerű kis példák IP-szetre, ilyen konkrétan egy teljes per16-os blokk, és akkor nyugodtan hozzá adogatni az IP címeket. A szintax is enged ilyen range hozzáadást is, hogy kötője a két IP cím közt, az összes IP címet adja hozzá. De el lehet benne tárolni azonos méretű ahálókat is, ez egy ilyen teljesen extrém példa. A teljes IPv4-es címtér per16-os blokkonként lefedhető egy ilyen halmazban. Itt nyilván per16-os blokkok vannak benne, de így egy teljes IPv4-es címteret le tudom fedni per16-os blokk erejéig. És akkor mondjuk így lehetne kitiltani hálózatokat, hogyha egy IP cím jön abból a per16-os blokkot, az egész per16-os blokkot kell dobom, mert nem kell nekem. Kicsit durva, favágos megoldás, de nagyon hatékony tud lenni, hogyha ott netán egy fertőzés ott a per16 környékén. Nem ajánlom senkinek, mert netán a főnökeim mérgesek lesznek rá, hogyha ezt használja, de itt lehetőségnek megvan. Bitmap IP cím páros, ez nem egy bitet használni, mert 8 bájtot használ a tárolás során. A IP stackből következően csak forrás megcímet tud tárolni, és nem destination megcímet, tehát nyilván csak arra vonatkozik, hogy forrás IP cím és forrás megcímről való egyenlőséget tudunk keresni benne. Meg lehet tenni az, hogy nem kell nekem kitöltenem a megcímet, hanem hogy megtanulja akkor, amikor az első csomag jön arról a gépről. És az első csomag már ki fogja venni a megcímet, és berakja a halmazba, és akkor az lesz beidrotozva fixen. Ami egy kényelmes dolog, de nyilván ennek feltétele az, hogy a tűzfőnök ráláson arra a LAN-ra, hiszen nem lát rá, akkor nem fogja a megcímeket látni, nem csak a szomszédos út ennek a megcímét látja, ami nem túl nagy előny lenne, hogyha megcímeket akarunk használni. Ez pusztán csak egy poén, hogy be lehet rakni a teljes port range-et, ami TCP/UDP-nél van. Ha úgy tetszik, a multiport matchnek a abszolút általánosítása és az összes lehetséges portnak a megvalósítása multiport matchként ezzel megtehető. Oké. Hash tárolási módszer, hogy már volt egy kis utalása a Jenkins-es környékén.
Azt gondoltam, egyszer legalább elmondom, hogy hogy néz ki a hessel, és legalább nagy vonalakban, mert sosem mondtam el. Tehát most ti vagytok a kísérlet nyilag, hogy nem úszátok meg, és fogtok némit hallani, hogy mi is a hash technika és a hash technika. Ha valaki tanulta informatikán, akkor legfeljebb hallja egy rosszabb verzióban, de nem baj. Oké, lényegében arról van szó, hogy valamilyen számtér, ami által nagyon-nagyon nagy számtér, és ezt próbálom leképezni egy jóval kisebb számtérrel. A lényeg az, hogy ez egyértelmű leképezésekre kell lenni, mert nem egyértelmű, akkor bajban vagyok. Tehát van valami hatalmas nagy számtér, amire gondolhattok akár IPv6-os cím, port, másik IPv6-os címnek a számtere, ami egy hatalmas nagy lehetséges halmaz a számoknak, és ezt le akarom képezni mondjuk egy 1 és 65-36 közötti szám közé egyértelműen. Erről szól a hashelés. Nyilván akkor jól működik ez a hashelés, ez kell egy függvény, mert beadom az inputként a paraméteremet, a számteremet, és azt ki kell neki dobni belőle egy számot, ami az én adott kis range-emben van benn. A hash függvény ezért azt kell, hogy nagyon gyors legyen, nyilván legyen determinisztikus, mert ugyanarra az inputra ugyanazt a számot kell kipottyantani a végén, nem adhat mindig másik számot. De ugyanakkor uniformnak kell lennie, vagyis lehetőleg az, amit ő kipottyant, az majd annak kell lenni, mint hogyha random függvényt hívnám meg. Vannak az inputjaim, és megfogom a random függvényt, az egy számot, hogyha majdnem olyan a hash függvény, mint a random, akkor uniform, vagyis a inputokat attól függetlenül, milyen közelek egymástól, véletlenszerűen szórja szét az adott kis range-embe, amit én szeretnék, vagy el szeretném őket préselni. Azért kell a uniformitás, mert hogyha van egy támadó, aki tudja a hash függvénynek a hibáját, hogy hol ad ő mindig ütközést, hiszen nyilván egy nagy számtéret, amikor lezsúfolok egy kicsire, ott lesznek ütközések, hogy ez is egyest ad vissza, meg az is egyest ad, mint input, az egy ütközés. Ha tudja, hogy mire tud ütközést generálni, mert a hash függvényem hibás, nem kell a uniform, akkor remekül tud támadni úgy, hogy minimális erőforrásokkal csak egy ütközést triggerel, és csak egy helyet, egy számot kapok meg mindig azért range-emből, hiába volt az bármilyen nagy. Mert az ütközéseket kezelnem kell, hiszen a számteret leszűkítem egy picire, de ott még mindig meg kell őznem, hogy melyik volt az input paraméter, és mik voltak köztük a különbözőek. Erre tipikusan a Linux kernelben láncolt listákat szokták használni, hogy oké, bejutottam egy ilyen kis lukba, és ott az ütközések egymás után láncoltan következnek, és akkor végiggyalogok egy láncolt listára egymást, hogy itt volt az összes, aki ütközött ebben a helyen, ezen a slotban. Az ábrák mindig segítenek. Egy kicsi kis Moritzka ábra. Legyen egy ilyen nagyon pici kis hashünk, ahol a 0-3 közti számtartományra akarok leszűkíteni mindent, a lehetséges összes IPv4-es címet. Nyilván 2.32-en lehetséges input variáció van, és ebből a végén mégiscsak 4 számot akarok látni. Lesz ütközés. Kapásban rögtön lesz ütközés, egy hatalmas számtert leszűkítek nagyon picire. Itt volt 3 bugyut a példa, és azt mondom, hogy mondjuk ez a 2 IP cím mondjuk mind a 2 a 2-es számot adja vissza az hash függvényem által. A klasszikus megoldás, hogy mit teszünk ekkor, hogy lássuk, hogy mind a 2 benne van ebben a halmazban, hogy ilyenkor szépen láncolt listát képezünk, allokálunk egy kicsi kis memória blokkot, ahol vannak ilyen next meg prev pointerek, a láncolt listán kedvé legyen egyszerűen kétszeresen láncolt lista, a gyors törlés kedvéért, és belerakjuk a pointert a következő elemre, meg az előző elemre, és beletesszük azt, amit el szeretnénk tárolni benne. Tehát ha bejött egy csomag mondjuk a 10.002-es IP címmel, akkor a hash függvényt meghívjuk rá, megtalálja, a 2-es slotban van eldugva, de a 2-es slotban több van, tehát neki végig kell gyalogolni a láncolt listán, hogy igen, az első elem volt, egyezik az enyém, mert a 10.002-vel, igen, egyezik, akkor nem megyek tovább. De mondjuk a 192.168.0.1 volt, akkor tovább kell venni a második elem, és meg kell, igen, ezzel egyezik, akkor remek, megtaláltam ezt az IP-t ebben a halmazban. Mi a baj vele? Mi a baj ezzel a naív eljárással? Mert ragyogon működő, nem az van, tehát tökéletesen működő eljárás, de van vele 2 óriási nagy probléma. Az egyik probléma az, hogy nagyon pici adat tartalmat tárolunk el ezen adatblokkokba. Itt pointerekről van szó, ami egy 32 bites CPU-n 32 bit. Egy 64 bites CPU-n 64 bit. Tehát ott van egyszer 64 bit a next pointerre, még egyszer 64 bit a pref pointerre, és van 32 bit, ahol eltároltam az IP címemet. Tehát 128 bites volt a csomagolás, a sallang, ha úgy tetszik, aminek az árán el tudtam tárolni 32 bitet.
Ami az ember úgy érzi, hogy ez nem igazán hatékony, memória hatékony. Tudjuk, RAM rengeteg van, elmegyek a boltba, veszek még 20 gigát hozzá, berakom a gépbe. Ez nem igazán igaz, mert például az IP-szet nagyon kedvelik az emberek a OpenVRT környéken, nagyon kevés RAM van, bele kéne tudni férni abba a kicsibe is. Tehát nem úgy van, hogy csak úgy szórom a biteket, mert minek, mert elfér. Tehát kell ennél jobb módszert találnunk, mert ez nem igazán hatékony memória tárolás szempontjából. Az a víz, hogy sebesség szempontjából sem hatékony. Nem az a baj, nem csak az a baj, hogy lineális, nyilván ezt nem tudom megcsinálni, hogy lineális feldolgozás, ugranom kell, hanem az a baj, hogy volt egy memorialokálás, és volt még egy memorialokálás. A két memorialokálás szinte 100%, hogy nem lesz egymás mellett a memóriában, a fizikai memóriában. Már pedig a modern CPU-k csinálnak prefetchinget. Betöltik hamarabb, előbb azt, amit majd úgy gondolják, hogy majd ezen memóriára még szükségünk lesz. De ha az a másik memória az volt teljesen más, nem fogja a prefetchinge betölteni. És ezáltal nem lesz benne a CPU-ban a memória blokkunk, amit használhatnánk, hogyha az első egyezés nem volt igaz, és rá kell mennünk a másikra. Még egy memóriaolvasást neki kell végeznie. Még egyszer buszon be kell menni a fizikai memóriából a CPU-nak a lokális memóriájába az adattömnek. Ez mind idő, energia, és ez miatt ez szintén azt jelenti, hogy nem a leghatékonyabb módszer ahhoz, hogy IP címeket gyorsan tudjunk keresni egy ilyen hashelési technikával. Épp ezért az IP-szet nem a klasszikus kettős láncolt listák szerint tárolja a hashekben a IP címeket, hanem van egy pici kis array benne, gyakorlatilag ugyanaz a bitmap szintű, mint a bitmapnél láttunk. Van egy fix array, ami default 4 elemet tud tárolni. Ez azt jelenti egyébként, hogy IPv4 esetében a legrosszabb esetben annyi memóriát pazaroltunk, mint amennyi, hogyha sima kettős láncolt listákat használtunk volna 32 bites CPU-nál. Annál rosszabbul sosem állunk, mindig jobban járunk ennél. És hogyha ez egy fix array, fix memória blokk, ezért azt a prefetching remekül nekünk be tudja keselni a CPU-ban, gyakorlatilag ő tud sima bitshiftekkel benne mozogni, pointer műveletekkel remekül tud benne mozogni, és nagyon gyorsan meg tudja keresni, hogy az az elem vajon hol van, és egyezik-e az, amit szeretnénk, vagy sem. Négy elem adatblokkokkal dolgozunk, és ezt maximálisan háromszor növeljük meg, pontosan, hogyha az ütközések száma azt megköveteli. Tehát max. 12 darab ilyen ütközést engedünk meg a halmazokban. Ha 12-nél több ütközés volt egy helyen, akár a támadó ügyes volt, vagy akár mert túl kicsi halmazunk, akkor megkétszerezzük a hash méretét, és újra hashelünk mindent a nagyobb kétszeres méretű hashben, bízva abban, hogy már kevesebb ütközésünk lesz. Nyilván a hash maximális méretet lehet állítani, paraméterezni, mennyi lehet a maximális mérete. Ez a tárolási módszer támogat IP-n és IP-adatot is egyaránt. Az utolsó sor, hogy kernel makrók helyett ilyen preprocesszált azonosítókkal van a függvénydefinitás, csak egy implementációs részlet a régi IP-szetnél. Nem igazán elegáns makrókkal voltak definálva a függvények, ahelyett most egy sokkal szebb függvénygenerálási eljárás történik. Tehát azért van ez, mert mivel nagyon sok hash típus van, hash tárolási módszer, nyilván nagyon hasonló függvényeket kell használni, és igazán nem nagyon energiahatékony az, hogyha az ember cut and paste-tel másolgat függvényeket, és akkor azt átirogat benne mondjuk struktúrákat, megyik helyen, ilyen másik helyen. Sokkal jobb, hogyha ezt a gép elvégzi, és szépen ilyen preprocesszált azonosítókkal legenálja a szükséges függvényeket az összes létező hash család számára egyetlen egy forrásból. Oké, nézzünk végig ezeket a hash típusokat. Bájósok van közülük. A legelső a hash IP, a random IP címeket tudunk tárolni a teljes lehetséges IP vagy IP-otos címtartományból. Egyszerű kis példák, hogy hogyan tudunk behajigálni IP címeket egy ilyen halmazba. De hogyha akarok, tudok azonos, mert net blokkot is tárolni benne, nem csak egyes IP címeket. Tehát annak, hogy IP cím tárolásra van kitalálva, tudok benne azonos, mert blokkot is tárolni, hogyha éppen azt szeretném, hogy arra van szükségem. Tehát egy másik példa IPv6-ra, ahol per 64-es blokkokat tárolok el egy ilyen halmazban. A hashnet típusnál különböző méretű netblokkokat tudok tárolni egy halmazban, megvan adva, hogy milyen méretű a netblokkokat tudok tárolni benne. Azt nagyon fontos, hogy a sebesség, az a feldolgozási sebesség az nem a benne lévő IP címek, vagy halmazok száma, a netblokkok számától függ, hanem a különböző méretű netblokkok számától függ, hogy hány különböző méretű netblokk van benne. Tehát, hogy van benne
per 12, meg per 24, meg per, 6, per 30, akkor az háromszor lassabb, mint ha csak egyetlen egy fajta lenne benne. Legrosszabb esetben nyilván, nem a legrosszabb, nem legjobb, a legrosszabb esetről van szó mindig a sebességnél. Oké. Ahogy láttuk, vagy legalábbis próbáltam mutatni a házattállásra, többfajta módszerünk van, tehát tudunk bitmapbe is tálni házatokat, egy adott tartományból, tudunk hash IP-vel tárolni azonos méretűeket, vagy különböző méreteket hashnettel. Melyik éppen legoptimálisabb memória szempontjából, vagy például az adott feladat szempontjából, azt kell választani. Hash típus és portok. A korábbi IP-szet, az IP-szet 5.x, 5.x nagyon kevés release volt belőle, de 5.x előtt is tudott már az IP-szet portokat is tárolni, de akkor a port az egy ilyen absztrakt fogalom volt, hogy vagy TCP, vagy UDP port. Az IP-szet 6-nál már a port együtt eltároljuk a protokollt is, hogy milyen protokollhoz tartozó port. Magyarán egyhalmazon tudok tárolni TCP és UDP port és IP címpárosokat is. Jelenleg ezeket a protokollokat támogatja, tehát TCP, UDP és a többi klasszikus ICMP, ICMP, V6 is, és default nem mondok protokollt, akkor a TCP-t értelmezi a rendszer, hogy TCP-t tesz fel. Csak egy port számának azt fogja, hogy ez egy TCP port. És nyilván ICMP és ICMP V6-nál nem portról beszélünk, hanem típusról és kódról, de ez minden további nélkül remekül beleérthető az egész rendszerbe. És értelmezi a típus és kódneveket is. Tehát itt egy egyszerű példa, hash IP port típusra van egy kis halmazunk, és mondjuk felsőben ez a 128.1.1-es gép, az szerepeljen benne ICMP pingel, tehát mondjuk őt lehessen pingelni, mondjuk ő szolgáltasson SSH-t, meg HTTP-t, és egy másik gép meg szolgáltasson SMTP-t és mondjuk DNS lekérdezéseket. És egyszerűen halmazban ezt mind felsoroltam. Hash IP port IP típus, ez nyilván ez arra vonatkozik, és arra jó megoldás, amikor azt szeretném, hogy oké, én szolgáltatok csak nem mindenkinek, hanem egy kis szűk tartománynak. Tehát az egy szerverem, de nem egy globális szerverem mindenki számára, hanem néhány adott partner számára. Akkor fel lehet sorolni, hogy mely szerver, mely porton, vagy mely protokollon és porton, kinek szolgáltasson, és egyet-egy halmazra ezt le lehet fedni. Ez megvan netvariációban, és nyilván, hogyha nekem nem egyes IP címenként annak partnerem, hanem egész házatokban, akkor az IP partnerem akar megyet adni házatszinten is. És van hashnet port variáció, és hogyha valakinek erre lenne szüksége. Csak a poén kedvéért belefér, tehát miért nem. Hashnet és iFace, vagy interface név kombináció. Ez egy külön kérés volt egy felhasználó, aki írt a netfilter ledlistán, és mivel nem volt annyira bonyolult, az ember nyilván megcsinálja. Hát most miért ne? Hát, ha neki szüksége van rá, akkor biztos nagyon fontos, és mivel érdekes feladat, hogy az ember megcsinálta. Ez arra jó, hogyha mondjuk az embereknek van egy bonyolult hálózata, úgy értem bonyolult hálózata, hogy egy olyan fizikai gép, aminek nagyon sok interfésze van, fizikai interfésze, vagy logikai interfésze van neki, mert mondjuk egy virtualizált gép, és a interfészek mögött csak adott hálózatok lehetnek, mert más nem jöhet onnan mondjuk, vagy más nem jöhet abban az irányba mondjuk. Akkor egy szem halmaza lefedheti az adott a gépről, milyen interfész mögött, milyen hálók találhatók. És van egy kakuktojás, a lista típus, ami igazából egy nagyon matematikai értelemben nem szó szerinti, de gyakorlatilag egy uniót lehet képezni a különböző halmazokkal. Ha vannak különböző típusai halmazaim, akkor egyszerűen unióként őket egyetlen egységként egy név alatt tudok rá hivatkozni. És akkor van egy csomó halmazom, behajigálom egy ilyen szuperhalmazba, és akkor a szuperhalmazra hivatkozok a szabályaimban. És akkor egy unióként leképeztem sok minden, mondjuk egyszerűen IP table szabállyal. Oké. A klasszikus példa IP-szettel fölépített, IP-szett segítséggel fölépített tűzfal IP table-szen keresztül, ezt meg lehet nyilván a paralel megvan IP six table-szel is. Tehát mondjuk felsorolom az összes belső kliensemet egy halmazban, itt a példa kedvéért bitmap IP típus, vagy lehet nyilván hash IP típusú halmaz is. Minden kliens egyesével IP-szett add-del hozzá le kell a halmazhoz. Felsorolom az összes szerveremet, ami belül van, akik kívülre szolgáltatnak publikusan bármilyen szolgáltatást egy szerverek halmazban.
van két halmazom összesen. Beállítom, hogy a már felépült kapcsolatok nyilván menjenek át minden gond nélkül, első szabályként a forward láncban az összes felépült kapcsolatra, és egressz-ingressz szűréssel megmondom, hogy vajon a külső interfész és belső interfész felől kik jöhetnek és kik kommunikálhatnak. Nyilván egy tisztességes tűzfalban egressz és ingressz filtering, anélkül nem lehet, mert különben lehetne IP-cím hamisítást csinálni, vagy bentről kifele, vagy kintről befele. Ezt nyilván megtehetném egy hash net iface típusú halmazzal is. Itt most egyszerű volt, mert meg volt egyetlen egy IP-cím tartományról volt, csak egyetlen egy, nem volt szükség egy komplet halmazra. És akkor van két darab szabályom az összes kliens és összes szerver, mármint a belső kliens és összes belső szerver lefedésére. Hogy jön egy olyan csomag, amelyik a destination IP-cím és destination port szerint benne van a szerverek halmazában, akkor ez egy olyan csomag, egy szerver felé akar menni, akit én engedélyeztem, mint szerver szolgáltatást. És mondjuk, hogyha kifele megy egy olyan csomag, amelyiknek a forrás IP-cím benne van a kliensek halmazában, ez akkor egy olyan csomag, ami egy belső kliensről engedélyezett forgalom kifele, és minden mást eldobunk és naplózunk. És akkor gyakorlatilag szinte egy kézzel megszámolható IP table szabállyal lefettünk, szinte egy tetszőleges méretű tűzfal szabályegyüttes, hiszen rengeteg szervert és rengeteg kliens besúvatok két halmazban. Ezt nyilván lehet tovább bonyolítani, komplikálni, hogy most legyenek kivételei, meg legyenek network-ökre vonatkozó szabályok, meg más hasonló részek, de csak akkor nyilván a szabályszám tud nőni, de nem annyira akkor a méretben, mint egy normál, ennek megfelelő IP table szabálynál szabályegyüttesen fordulna elő. Oké, ez egy régi slide lapom volt egy talán másfél évvel ezelőtt, amikor felsoroltam, milyen teendői vannak nekem, mint fejlesztőnek az IPsec 4 környékén, és akkor a mostani állapot jelentés ahhoz képest, IP-val támogatás, hát bekerült az IPsec 6.x-be kipipálva, vannak általános tartományfüggetlen hash típusaink, régebben a hash típusnál is volt tartományfüggősége, sikerült feladani, ez is megoldott. Szokott helyett egy netlink interfészt, ami sokkal rugalmasabb és sokkal könnyebben bővíthető. Ezért olyan könnyű egyébként új halmaztípusot hozzáadni. Ez is megvan, és bekerült a mainline kernelbe, ami szinte egy nagyon jó pozitívum, hiszen így a terjedése sokkal könnyebben megy, mert nem annyira bonyolult, hogy most akkor töltsél le egy csomagot, bár az is sokkal nehezebb. Tehát egy configure még installnál nem sokkal nehezebb az IPsec telepítése, tehát ennél többben nem találkozik az ember, amikor telepíteni szeretné a hivatalos kernelfán kívül. Tehát ennyi. Make modules install, és benne az összes kernel modul, tehát nem több. Oké, bele fogok férni az időmbe. Sikerült jól gyorsan beszélnem szokás szerint, és senki sem lőtt le. Milyen bővítési irányok vannak még az IPsec környékén? Nyilván mindig lehet mindent még tovább bővíteni, értelmes dolgokkal mit lehetne belezsúfolni. Szintén netfilter leldistán merült fel az igény, hogy traffic shapinget össze lehetne kötni az IPsec-tel. Aki traffic shaping-gel foglalkozik, azt tudja, a TC parancsnak igazán nagyon sok lehetősége és opciója van. Egy furcsaság van benne, hogy ő nem támogat direktben IP tables és IP 6 tables match-et, mint egyezéskeresést a traffic shaping-nél. Ezt ő valamiért nem tudja. Furcsa módon target támogatás benne van, tehát IP tables target lehet, mint döntés traffic shaping-nél, furcsa módon, de a match az nem. Nyilván ez nem IPsec specifikus, tehát nem az IPsec matchről van csak szó. Tehát, hogyha van itt ifjú fiatal, akik szeretnének Linux kernelben kemény új dolgokat csinálni, akkor például az IP tables, IP 6 tables match belevarázslása a traffic shapingbe, az egy remek, kompakt feladat, egy ilyen diploma munka erejéig egy tökéletes király munka. Meg is lehet csinálni szerintem bőven az adott idő alatt, egy év alatt még letesztelve és ezerszer működik a dolog. Hozzá kell nyúlni kernelkhez, hozzá kell nyúlni TC forráskódhoz, de egy nagyon jól megfogható dolog, és meg lehet csinálni, és mindenki profitál belőle, mert akkor az IPsec is rögtön, mint match, hozzáférhet a traffic shaping felületén keresztül. Oké. Másik bővítési irány. Itt ugye, mivel nagyon siettem, nyilván nem tudta senki sem követni, azt mondja, vannak pici kis elrejtett bombák, nem is bombák, hanem pici kis szépséghibák, ilyen kis apróság, amik az embernek a szép érzékét úgy zavarja. Ugye a net, amikor network-öt tárolok egy hash-ben, mivel az IPsec felül egy match szempontjából nézve látom a halmazt, azért ez nyilván csak egy csak pozitív vagy csak negatív értelmű meccselés lehet.
A halmaz szintjén nem tudom megmondani azt, hogy a halmaz egyik eleme az engedélyezett, a másik az nem. Mondok egy konkrét példát, mondjuk van egy valamilyen nagy networköm, mondjuk egy per 16-os blokkom, amit szeretnék engedni, mert az egy nagyon fontos partner, de ebből szeretnék mégis tiltani 12 darab per 24-es blokkot, ami átfedő halmaz. De abból a 24-es blokkból még 50 darab direkt IP címet szeretnék engedni, mert ők mégis kellenek. Meg lehet tenni IP-set halmazokkal, de ennyi darab halmazom kell, és megfelelő sorrendben felsorol az IP table szabályokkal, hogy mindig a legspecifikusabbból haladjak a legkevésbé specifikus felé. De hát ott van a net halmazom, tehát az kapásból tudja, hogy a specifikus méretekben keres az egyezést. Ha eltárolnám a halmazban magát az, hogy ez egy pozitív vagy negatív egyezés, akkor az egész belezsúfolható egyetlen egy halmazba, az egész feladat. A vicc az, hogy még szabad bit is van benne, tehát a tárolásban sem nő az igény. Tehát van szabad bit részpont, ami egyszerűen a PERMA 32-re kerekítés, ott van, mint egy dormant, amit fel lehetne használni. Egyszerűen dolog van benne, ami engem zavar, hogy ha egy ilyet szeretnék megcsinálni, akkor én szeretném azt a user kezébe adni, hogy itt egy halmaz egyezésénél kétfajta, igazából háromfajta döntési lehetőség van. Megtaláltam az IP címet a halmazban, mint egy egyezést és egy engedélyezési egyezést, megtaláltam halmazban úgy, mint egy tiltást, vagy egyáltalán nem találtam meg. Ez három darab variáció. És ez valahogy lehetővé kéne tenni a usernek, hogy IP tables fel ezt a háromfajta ágat ő tudja használni. A háromfajta döntési ág felén tudjon elágatni, hogy most akkor teszem ezt, hogyha őt megtaláltam egyezéssel, teszem azt, hogyha a tiltással találtam meg, és teszem azt, hogyha nem találtam meg benne egyiket sem. Erre való az, hogyha kibővítenénk mondjuk a set targetet, úgyhogy legyen benne egy match rész, hogy targetként hivatkozom rá, holott mégis egyezést keresek benne, és attól függően, hogy megtaláltam-e egyezéssel az elemet benne, rá tudok ugrani egy definiált, már definiált, user által definiált láncra, hogyha egyezés volt, egy másik láncra, hogyha nem egyezés volt, úgyhogy tiltom abban a halmazban, és imád a harmadik ága az, hogyha nem volt egyezés semmilyen, akkor a következő láncot, a következő szabályt fogom feldolgozni. Tehát magyarán, hogyha lenne ilyen lehetőség, ilyen ugrás, IP-set targetből, amit meccsként használok, két láncra, akkor mind a három lehetséges döntési ágat le tudom fedni. Egyetlen egy baj van csak vele, hogy ilyenkor kötelezően nekem loop detektálást kell csinálni. Mert ugye a user egy adott láncra tud ugrani, és a láncból ugorhat vissza erre még egyszer, és akkor lehet egy remek loopot csinálni IP tables és IP-set szabályok együttesén keresztül. Tehát magyarán csak akkor lehetséges, hogyha egy korrekt loop detektálás történik ez mellett, mert különben nem lehet azt mondani, hogy hát ne csinálj loopot, mert úgyis csinálnak, tehát kizárt egy valaki, ne csinálj loopot, ez biztos. Két napon jön egy loop detektálási probléma. Oké, ez egy kicsit már perverz, de van még perverzebb ötlet is. Egyébként ez egy igény volt, tehát egy elég nagy szolgáltató jött felém ehhez az igényel, hogy hát nagyon jó az IP-set, nagyon remek dolog, de hát ők olyan helyzetben vannak, hogy nem csak nagyon sok filter szabályt kell felépíteniük, hanem egyedileg, akit engednek ők, mint klienst, ők sajnos mondjuk natolniuk is kell, és a nagy szabály is különböző minden egyes partnernél. Nem egyetlen egy IP címre natolnak egy maszkert, hanem attól függ, hogy melyik kliensükről van szó, különböző nagy szabályok vonatkoznak rá. Vagy különböző mondjuk mangle szabályokkal, különböző traffic shaping szabályok vannak rá, úgyhogy különböző markjegyeket adnak rá. Most mennyire szép lenne az, hogyha az összesen információt be lehetne zsúfolni egyetlen egy IP-set halmazba, például úgy, hogy a halmaz elemeihez még opciálisan hozzá tudok rendelni memória blokkot, ahol meg tudom mondani azt, hogy mondjuk, hogyha ezt a halmazt a filter táblában hivatkoztam, akkor mondjuk, hogyha ez az egyezés megvolt, akkor mondjuk naplózd őt, ezt a csomagot, csak ezt az egyet. De hogyha erre a halmazra mondjuk a NAT táblából hivatkoztam, és éppen a post-routing láncban volt az az IP table szabály, amiben a halmazomra hivatkoztam, akkor igazából a döntésem az legyen egy SNAT. Arra, amiben váltva erre az egyszerűen elemre. És ha mondjuk a mangle táblába hivatkoztam rá, és abban hívtam meg, akkor mondjuk jelöld meg egy jellel a traffic shaping felé. És akkor egyetlen egy halmazban az összes lényegi információt az adott egységről lefettem. Mert lefettem azt, hogy milyen policy vonatkozik rá, mint tűzfalszabály,
lefettem, hogy milyen NAT vonatkozik rá, mint NATO-lás, hogyha rá NAT vonatkozik, és lefettem, hogy milyen traffic shaping vonatkozik rá, mert azt is be tudom zsúfolni. Nyilván itt is vannak problémák, például az, hogy ez azt jelenti, hogy az IP-set binárisnak rögtön lesz egy IP table, az IP 6 table dependenciája, hiszen akkor neki értelmeznie kell tudni ezeket a plusz hozzárendelt még információkat, amit neki parszolnia kell, abból memóriablokkot létre kell hoznia, tehát ez egy direkt, közvetlen IP table, IP 6 table függőséget jelent, ami nem olyan nagy gond, mert a TC is függ az IP 6 table-től, IP 6 table-től, ott is megcsinálták. A probléma inkább az, hogy a IP tables belső API-ja az mindig úgy volt kimondva, hogy az nem egy publikus API. Tehát nincs semmi garancia rá, hogy jövő héten nem fog megváltozni. És valóban szinte fél évente változik a belső API, és egymást az egész nagyon kínos és nehézkes, mert hogyha az API változik, akkor azt illenék a IP-szetnek is követnie. Tehát egy sokkal szeresabb dependencia alakul ki, ami ebből a szempontból kellemetlen, mert nem annyira önhordó a program. De megoldható, csak több munka. Oké, ez a három lehetséges bővítés irány, ez még csak a jövő, tehát ezek a szintax is változhat, az egész elképzelés változhat, de ezek a fő csapások, amik a következő fél évnek a munkáját fogják jelenteni az IP-szet környékén. Oké, nagyszerű. Köszönöm a figyelmet, ha valakinek van kérdése, akkor azt megválaszolom, és hogyha valaki meg nem akarja, hanem szünetben kíván megkeres, ott is válaszol a kérdésekre, úgyhogy köszönöm még egyszer.